Mivel ma 2010. december 23-a van, stílszerűen ilyen mikulásos lőlapokra fogunk gyakorolni. János, a fehér szakán a fickó lopja a részszarvasaidat! Mit oda? Így jár mindenki, aki részszarvast akar lopni. Fényesebb a láncnál a fénykard, de még jobb a 45-ös. Kalibernek egy nemrégiben megjelent számában írtunk a horvát XDM pisztolyról, majd később az XD szubkompaktról is, most pedig az XDM-nek a 45 ACP kivitelével találkozunk, ami igazán szimpatikus. Külsejében egyébként a 9 mm-es változattól mindössze annyiban tér el, hogy a szánon levő felhúzó recézések nem egyenesek, hanem ilyen kis hátra nyilazott dizájnos alakúak, amitől még modernebb lett a forma világa. Fasza! Az XDM pisztolyok kakas nélküli elsütőszerkezetűek, az ütőszeg megfeszítettségét itt ez a kis kiemelkedő jelzőcsap jelzi, ez tapintható is. Az első szerkezet hasonlít a Glockéhoz, de csak érzésre. Valójában ez teljesen single action, tehát amikor csőre töltök, itt teljesen megfeszül az első szerkezet. A Glockokhoz hasonlóan itt is találkozunk egy az első billentyű elejébe épített kis biztosító elemmel, csak akkor tudom hátrahúzni az első billentyűt, ha teljesen rányolok és ezt is megnyomom. Illetve még azt is meg kell tennem, hogy itt hátul rámarkolok a markolat biztosítóra. Rénszarvastól vagy! Így jár minden rénszarvastól vagy! Meghalunk, mind meghalunk! A Mikulás igen derék ember. A markolat biztosító meg nem nyomása egyébként megakadályozza azt is, hogy a szánt teljesen hátra húzzam, tehát csőre se lehet tölteni a pisztolyt, csak megnyomtam. Ez itt a pisztolynak a tárkioldója. Látják, nem érek hozzá. Csak a kezemet figyeljék. A tár mégis kiesett. Ez azért van, mert a tárkioldó kétkezes. Wow! A szánakasztó ellenben csak egykezes, de meglehetősen kényelmes és kézre esik. A pisztolynak a tárjába egyébként nem kevesebb, mint 13 darab 45 ACP lőszerfél. Ez egy egész kellemes tűzerőnek tekinthető. A tártest acéllemezből van, az adogatótól műanyag, szokásos felépítésű tár, és itt is látjuk rajta az amerikai importőr a Springfield Armory jelzését, de alul ott van a Croatia vagy Horvátország felirat. A szán tetején egy csőre töltési jelzőt találunk, amely kiemelkedik a szán síkjából, hogyha a csőben szer található. A dok itt is műanyag, az elején a ma már elmaradhatatlan szereléksint találjuk, és ugyancsak megtaláljuk hátul a ma már elmaradhatatlan cserélhető hátsó markolatpaneleket. Mind a kettőnknek a legkisebb volt a kényelmes egyébként. A pisztoly negatívuma, hogy a markolatpanelek kicseréléséhez azt a stiftet kell kiütni, amihez kalapács meg valami vékony szerszám kellett, ugyanakkor semmilyen eszközt nem biztosítanak ehhez. A pisztoly részleges szétszerelése pofon egyszerű, kiveszem a tárat, ellenőrzöm a töltetlenséget, hátul fönnakasztom a szánt, fölfele fordítom a szétszedőkart, és már szét is szedtem. Itt látszik, hogy milyen irgalmatlanul nagy és erős benne a helyett lórugó. Ez körülbelül 3 vagy 4 centivel hosszabb, mint a 9 mm-esnek. A 45 ACP cső, maga a költészet. És egyébként ez egy hagyományos húzagolású cső, nem poligon. Itt láthatjuk a szánt, a számban belül van a hüvelyvonó, ő az. Ez a passzív ütőszeg biztosító, ez pedig az ütőszegnek a vége. És így tudnánk elsütni, ha benne lenne a pisztolyba.
számban elől a számvezető récek acélbetéten foglalnak helyet, ezen van az adogató pálya egy része, illetve a cső ide kapcsolódik be a kireteszeléshez, hiszen ugye ez egy rövid csőhátrasiklásos Browning szigreteszedés. A hátsó vezető réceknek az anyaga az műanyag. Tehát bicskával faragható, ez nagyon praktikus. Reszelő bajnokok Verboten. XDM 45 ACP 25 méterről, az 5 lövésből 4 nagyon gyönyörűen egy helyre van, egyet ezt biztos, hogy én rontottam el, 230 grénes fiók két teljes köpenyessel. Fejfájás ellen. 230 grénes, azonnal oldódó fejfájás csillapító. A horvát egészségügyi minisztérium ajánlásával. Használt előtt kérdezze meg sportpszichológusát. Még egyéb valamit akarsz róla mondani? Hát röviden, kurva jó.